A gyermekek bántalmazása esetén kegyelemnek helye nincs, ezért a kegyelmi ügyben a lemondás helyes volt és megerősít bennünket, jelentette ki a miniszterelnök a Várkert bazárban tartott évértékelő beszédében. Orbán Viktor azt mondta, a kormányra vár a feladat, hogy a kizökkent időt helyre tolja, az erkölcsi rendet helyreállítsa és a kialakult helyzetet jogilag is orvosolja. A kormányfő kiemelte, a magyar gyermekvédelmi rendszert meg kell erősíteni, a gyermekek védelmét hivatott jogszabályokat pedig át kell fésülni és ki kell egészíteni. Orbán Viktor sürgető feladatnak nevezte az új köztársasági elnök megválasztását, ezért azt kérte az országgyűlés kormánypárti frakcióitól, hogy Novák Katalin távozásának napján indítsák el az új elnök megválasztásához vezető eljárást. A 24-es év nem is kezdődhetett volna rosszabbul. Köztársasági elnök asszonyunk benyújtotta lemondását az országgyűlésnek. Olyan ez, mint egy rémálom. Novák Katalin a magyarok jó énjét testesítette meg, családanya, aki a maga természetes módján mutatta meg a férfiaknak, hogy a nők gondolatvilága pótolhatatlan a politikában is, fogalmazott Orbán Viktor idei évértékelő beszédében. A miniszterelnök hozzátette, a köztársasági elnök távozása helyes, de nagy veszteség Magyarország számára. A lemondás indoklásából tudjuk, hogy a nemzeti egységet éppen az ő döntése bontotta meg, így ő maga helyreállítani már nem tudhatta. Ezért be kell látnunk, az történt, aminek ebben a helyzetben történnie kellett. A kibillent egyensúlyt helyreállítani, a felháborodás magasba csapó hullámait megszelídíteni, a család és gyermekvédelem ügyében a nemzetet újra egyesíteni, csak az elnök lemondásával és új elnök hivatalba lépésével lehet. Az igazságügyi miniszter távozása az államelmélet törvényeinek elkerülhetetlen és igazságtalan következménye, jelentette ki Varga Judit távozásával kapcsolatban a kormányfő. Így a kormányra vár a feladat, hogy a kizökkent időt helyre tolja, az erkölcsi rendet helyreállítsa, és a kialakult helyzetet jogilag is orvosolja. A gyermek sérthetetlen, bántalmazása a legsúlyosabb büntetést vonja maga után, kegyelemnek ilyenkor helye nincs. Ezért a lemondás helyes volt, és megerősít bennünket. Orbán Viktor a köztársasági elnök és a volt igazságügyi miniszter munkáját, ahogy fogalmazott, zaklatott szívvel, de megköszönte. Egyúttal a baloldalt is értékelte a kialakult helyzetben. A lemondás körüli vitáról pedig csak annyit mondhatok, illetve annyit mondanom kell, hogy a távozó két asszony kisújjában több méltóság van, mint a baloldal összes vezetőjében együttvéve. A lemondás esélyt adott Magyarországnak, hogy a bajból megerősödve kerülhessünk ki, és úgy is fogunk, húzta alá Orbán Viktor. A jobb oldal számára ez olyan egyszerű, mint a fajék. Pedofil bűncselekményeknél nincs kegyelem. De ami felkorbácsolta a jobb oldal dühét, az mérsékelje az indulatainkat is. A lemondás ugyanis elégtétel és példa az ország számára. Esélyt adott Magyarországnak, hogy a bajból megerősödve kerülhessünk ki, és úgy is fogunk. Orbán Viktor feladatként jelölte meg, hogy erősítsék meg a magyar gyermekvédelmi intézmények vezetését és felügyeletét, az ott dolgozókra vonatkozó előírásokat és korlátozásokat. De üzente a Fidesz-KDNP frakció szövetségnek is, eszerint az új államfő megválasztásáig az átmeneti időszakot a lehető legrövidebbre kell szorítani. Azt kérte, Novák Katalin távozásának napján, azaz február 26-án indítsák el az új államfő megválasztásához vezető eljárást.